Sziasztok, Krausz Ivett vagyok, pszichológus, és ma ismét egy izgalmas témával jelentkezem nektek, ez pedig a halogatás témája. Mit gondoltok, a ti életetekben a halogatás, mint egy ilyen beállítódás jellemvonásként van jelen, vagy mint egy rosszul kialakult szokásként? Mel Robbins szerint, hogy adjak erre egy válaszopciót, a halogatás bizony-bizony egy szokás, mégpedig egy stresszlevezetési szokás. Az elsőre lehet, hogy furcsának tűnhet egy stresszlevezetés. Bizony, igen, gondoljunk bele, megjelenik egy stresszkeltő esemény, egy trigger tényező. Mondjuk ez most lehet egy határidős munka, de bármi más külső tényező is lehet. Elkezdünk ugye erre stresszreakciókat mutatni, hogyha úgy érezzük, hogy hú, ezzel megint dolgunk lesz, és meg kell csinálni időre. Na most ezt elkerülvén megjelenik ez az elkerülési mintázat, és ugye itt jön be a képbe a halogatás, ugyanis mit csinálunk? Macskás videókat nézünk, felhívjuk már Jóska Pistát is, már mindenkit megkérdeztünk, hogy mi a helyzet, rágooglistunk már nagyon izgalmas dolgokra, de a feladatot még ugye nem tüntettük el magunk elől, viszont a jutalmat az agyunk olyan értelemben megkapta, a visszacsatolást, hogy hát nem kellett annyira mégse felstresszelni magunkat, hiszen ezek a dolgok átmenetileg lenyugtattak minket. Na most, Mel Robbins szerint ezért ezt a kört, ezt az ördögi kört úgy tudjuk megtörni, hogyha ezt az elkerülési mintázatot megtörjük. Ennek első lépése az, hogy azonosítjuk és elismerjük azt, hogy bizony ez egy stresszkeltő esemény, valami stresszkeltő esemény van bennem, ami miatt most halogatok. Mi az? Megnézzük, és utána elővesszük az eszköztárunkat, hogy mit tudunk azzal tenni, hogy ezzel megküzdjünk. Hogyha eszköztelennek érezzük magunkat, akkor érdemes itt akár az EFI oldalán böngészni hasznos tippeket, elmenni stresszkezelő tréningre, vagy otthon autodidakta módon különböző relaxációs, meditációs technikákat elsajátítani. Erről már biztos volt itt szó, úgyhogy most külön nem beszélnék. Én arról a részéről beszélnék, hogyha ezt megtettük, akkor utána milyen trükkök, milyen tippek állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy ezt a halogatási elkerülési kört meg tudjuk törni, és hogy előre tudjunk haladni a feladat elvégzése felé, vagy az adott probléma megoldása felé. Úgyhogy tartsatok velem, hogyha ez érdekel titeket. Mi a halogatás ellentéte? Hát bizony a motiváció, az a hajtóerő, az az akaraterő, a vágyakozás, hogy megoldjuk azt az előttünk álló problémát, elérjünk valamit, amit kitűztünk magunk elé, például egy célt, de ezt a motivációt azért elég sok minden segítheti, és nagyon sok minden alá is áshatja, hogy nézzünk meg egy pár olyan dolgot, ami befolyásoló lehet ebben. Az egyik ilyen dolog, hogy mi az elképzelésem, mit várok, mennyire fogom tudni sikeresen elvégezni az előttem álló feladatot, vagy mennyire haladok sikeresen majd végig ezen az úton. Minél inkább azt feltételezem, hogy ugye sikeres lesz, annál kisebb az esély, hogy halogatni fogok. Másik ilyen dolog, ami befolyásolja a motivációnkat, az az, hogy hogyan értékeljük az előttünk álló feladatra váró utat, meg a feladat teljesítését, tehát, hogy szerintünk mennyire fogjuk élvezni. Ha mondjuk egy tanulásról van szó, mennyire gondolom azt, hogy bele fogok tudni mélyedni abba az anyagba, mennyire érdekel. Ugye nagyon sok múlik ezen is, hogy hogyan értékeljük az előttünk álló dolgot, de ezt is jól ki lehet egyébként cselezni, hogy növeljük ezt az értékelést. A harmadik ilyen fontos tényező, összefoglaló néven ez az impulzivitás, vagyis azt mutatja meg, hogy milyen tendenciával terelődik el az én figyelmem arról a dologról, amit éppen végzek. Ugye most ez megint csak egy tanulás vagy egy munka folyamata, jönnek az értesítések, láthatok az asztalomon csomó érdekes dolgot, de azt gondolom, hogy azért ezek a digitális értesítések a leggyakoribb zavaró tényezők, és ez azt mutatja meg, hogy mennyire könnyen terelődik el a figyelmünk. Ugye ez is egy fontos dolog abban, hogy mennyire fogunk átmenni a halogatás oldalára a motiváció és a feladat elvégzése helyett. És végül az utolsó ilyen meghatározó faktor az az, hogy milyen messzi van az az adott időhatár, mi a feltételezésünk róla. Minél később van a határidő, gyakorlatilag annál nagyobb az esélye, hogy halogatásba fogunk tudni átmenni, mert hát, hogy miért? Biztos észrevettétek már akár ti is magatokon, hogy akkor az az érzés, hogy fú, addig még mennyi idő van. Na most egy vérbeli megszokott halogatónál ez ilyenkor úgy szokott kinézni, hogy lázas tanulás vagy munka körmölés beadandó írás történik,
a határidő előtti egy-két napon vagy éjszakán. Láthatjuk tehát, hogy hol lehetnek a buktatói, kockázati faktorai ennek a folyamatnak, viszont talán most már azt is láthatjátok, hogy akkor mit kell, vagy milyen irányba kell eltendálnunk, hogy meg tudjunk küzdeni a halogatással. Az egyik irány az az, hogy maximalizáljuk, javítjuk az elképzeléseinket, az elvárásainkat és az értékelésünket, vagyis az abban való hitet, hogy sikerrel fogunk járni, és hogy találunk majd élvezetet, jutalmat abban az adott tevékenységben. Amit viszont csökkentenünk kell, az 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 idői késleltetésünk, tehát valahogy ez a határidővel való viszonyunk, a csúsztatásaink, illetve az impulzivitásunk, tehát a zavaró tényezőknek pedig a minimalizálása. Na, ezekre fogok hozni a következő videóban, ennek a videósorozatnak a következő részében hasznos tippeket, pontról pontra szedve. Úgyhogy, ha felkeltette az érdeklődéseteket ez a téma, és tényleg szeretnétek felvenni a boxkesztyűt a halogatással szemben, akkor tartsatok velem a következő videóban is. Szép napot kívánok, sziasztok! Az online program a WECOP 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 00-04-es számú az Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.